Take me out to California. Take me out to California. I feel the day is coming to an end, and my eyes are drawn to southern skies. And all the while I was trying to pretend the promised land Sziasztok! Útban Santa Barbara felé megálltunk Calabasas településen, amit onnan ismerünk, hogy a Kardashian Show-ban láttunk nagyon sokat, mert hogy ők itt éltek, és kíváncsiak voltunk, hogy milyen ennek a településnek így a kis központi része. Egyelőre, amit látunk, és ti is láttok, hogy egy teremtő lélek nincs az utcán, nagyon kihalt az egész, és ilyen kanyon veszi körbe. Sziasztok! Nagyon aranyos a kis központi része, nem túl sok ember van, de akit láttunk eddig, azok mind ismerik egymást, tehát hogy az egyik kocsiból köszönnek át a másikba. Igen, valószínűleg itt van az élet, ez a központ. A mozi milyen jó. De jó, hát tudjátok, hogy hétfő reggel van, tehát hogy nem kell, hogy ez tele legyen most. Alberto azt mondja, hogy ezek gazdagok nem dolgoznak. Igen, az emberre nem kell menni. Igen, az irodaház tudni, hogy nem. Igen, elfordulunk balra, és akkor már szembe leszünk az óceánnal. Ott a hegy tetején elbújva a villák, és akkor itt meg, hogyha jól látom, valami katolikus egyetem van. Balra az óceán, és akkor jobbra meg a hegyen a nagy villák. Ahogy itt beértünk Malibuba, itt van egy Whole Foods Market, és akkor tudunk valami kis finomságot venni, és már azon meg se lepődünk. Igen, hozd a maszkot, ezt elfelejtettem kivenni a kocsiból. Azon már meg se lepődünk, hogy egy ilyen helyen, csak itt a kis téren, hogyha átsétálok, akkor ott van egy Tesla szalon is. Fura, de itt vagyunk. Shoppingolunk a Malibu. Lehet, hogy szembe jön Cindy Crawford, vagy Oprah Winfrey. Ott van a Gaga. Tészta, saláták, quinoa. Albertónak mondtam, hogy csinálnak frissen szendvicset, azt mondja, edd meg, te, én meleg fejet eszem. Például itt van a kedvencünk, a chicken tortilla leves, ezt mindig, imádjuk. Mindig javasolunk a magyarok, ha ide jönne. Hogy ezt meg kell kóstolni. Mert ezt meg tudok szólni. Ilyen fekete babos, igen, a tépkedett disznóhusi. Nagyon finom a házi pita chipsük, tortilla chipsük. Ez buffalo chicken, igen. Akkor ezzel meg is van az ebédünk, nem? Finomat eszünk. Csípős csirkeszem. Hol néznek ki a kenyerek is. A mandulás croissant. Nem van a Denis. Denisből most csak ez a sajtos van. There we go.
és azt annyira szeretjük a Whole Foods Marketben, hogy odafigyelnek arra, hogy minél kevesebb zacskó legyen, vagy hogyha legalábbis van, akkor az ugye ilyen újrahasznosítható. Például az evőeszköz is, ilyen kis favilla és kés. Ezzel a kanál mérettel, mire megeszem, lehet, hogy este lesz. Hát elég szürreális élmény itt Malibu közepén. Ott a hegyen fent a villák, világsztárok. Útban Santa Barbara felé. Szóval figyelj, mert bármikor kanyar jobbra van rá itt a Lady Gaga. Lady Gaga? Nagyon figyelek, igen. Érdekes nagyon. Nem? Pasi ott a háttérben, totálisan bepiálva, valakivel beszélget telefonon, és épp azt hallottuk, hogy mondja, hogy én egy producer vagyok. Én vagyok a producer. Igen, igen. Alig állt a lábám. Csak az a stressz. A stressz miatt? A stressz. Ilyen a producerek élete. Olyan nyugalom van, olyan csend van. Jó, értem, hogy hétfő, de... Na igen, hétfő. De meglepő egyébként. Hoppá! Skateboardos fiú. Mindenki szőke. De nem egy sima szőke, ez, igen, a, ez a Malibu, Malibu, ez a tengeri szőke. Szőke. Paparazzi üzemmódban. I'm Filipino. Oh, Filipino! Oh, I'm trying to catch up with them. Adatta meg akarja kérdezni tőle, hogy látott-e már sztárokat. Oh, yeah, definitely. Yeah? Like, Charlie Sheen, you know. Charlie Sheen. So, wow, just because of the area, we were wondering that in mind. Some of the, you know, celebrity lives here too. That's why, and this is the Whole Foods? Uh-huh. Sure. Nem akarom mutatni az ország, de igen. I think Aaron Rodgers was there, the quarterback. Right. Thank you. You enjoy. Have a blessed day. Thank you. És akkor most Malibu-ból átmegyünk Montecito-ba. Ez szerint American ez. Come on. Két idős szörfös. $8 a behajtás ebbe a parkba, vagy nem tudom mi ez, ilyen tér. És itt van egy óceánparti kávézó, ami nagyon híres, de igazából mi a kilátásra vagyunk kíváncsiak. Itt jobbra fenn egy kis bungalókat látok, lehet azokat bérelni? Annyira vicces, azt mondja, Alberto, ezt ismerem, ezt a nőt. Végül látjuk, hogy floridai rendszáma van. Nézzük meg ezt a híres kilátást. Itt van a kávézó, hát tényleg nagyon jó a hangulata. Közvetlenül itt az óceánparton. De jó, a sirály ott fent. Egyszerűen fantasztikus, gyönyörű. Ott fent a hegy tetején a házak. Alberto még nem tudja, hogy nem is $8, hanem $30 lesz ez a kis fotózkodás itt a parton. De nem baj, mert hát nagyon szép volt. Elképesztően gyönyörű a távolban mindenféle formájú hegy.
Jó? Jó. Ezt nézzétek, milyen érdekes. A háttérben a hegyek is egy ilyen homokdűneszerűség, és az emberek felgyalogolnak. És a túloldalon meg ott az óceán. Ott vannak a szörfesök. Hogy ez az egész nekünk teljesen új, nem? Ilyet nem láttunk Magyarországon, ilyet nincs Floridában, más államban. Abba se van ilyen hasonló, szóval ez... Ez annyira speciálisan kaliforniai, és tényleg annyira ikonikus képek égnek most a fejünkbe, hogy nagyon sokáig szerintem ez így vissza fog köszönni ilyen jó emlékként. Mert a kolykom is. És a gyerekeknek, igen, ez fontos. Településre jöttünk be, ahol a külterületeken földek vannak, és a munkások mobilházakban élnek, és itt is látszik bent a városközpontban a mexikói hatás főleg. Nem tudom eldönteni, hogy ez milyen ültetvény. Úgy néz ki, mintha marihuána lenne, de lehet, hogy csak sima málna. Milyen hosszú az a móló ott. A legvégén ott egy kis sziget van, egy ilyen kő. De most miért vagy negatív? Most szerinted nincs rá esély, hogy Montecitóban, érted? Szembe jön veled Megan és Harry Herceg tolják a kis gyerkőcöket a babakocsiban. Hát, hogyha egyszer ott laknak, gondolom csak lejárnak kávézni, vagy valami a városközpontban. Gyere, csinálom egy selfie! A királynő kül, de neked puzi! Ki más van itt? Ellen, igen, a műsorvezető, Oprah is. Oprah is. Hát sokan elbújtak ide. Igen. Montecito egy kis ékszerdoboz, azt kell, hogy mondjam. Azzal a csodás hegyvonulattal ott a háttérben, a mediterrán hangulatával, és lakberendezési üzletek. Egy nagyon szép kis város. És gyönyörű, hogy mindenhol ez van. Vagy kaktuszok, vagy ezek a kövi rózsák. Még a benzinkút is, nem? Az is olyan bájos. Hát itt van a különbség. Majdnem 6 dollár egy gallon benzin. Még Floridában 3 dollár körül van. Ariana Grande-nak biztos nem gond kifizetni a benzint. Ő itt lakik egy ilyen 7 millió dolláros házikóban, amit a műsorvezető Ellen tölvet meg. Ez már az utcája? Igen. Hát nem sokat lehet látni belőle. Megint egy másik stílus, más hangulat. Most már tényleg nem találok szavakat. Igazából azt néztük, hogy Montecitótól már simán elvezetnénk egyébként San Franciscóig. Mami, egy hummingbird! Hol? Egy kis kolibri. Nagyon nem akarok közel menni hozzá, mert megijed és elrepül. Mesevilág. Minden elképesztően bájos, még a UPS-nek a csomagküldő kis üzlete is. És ez az elképesztő nyugalom, ami itt van.
üzleteknek a dizájnja, nem? Tehát annyira különleges minden, olyan finom stílusú. Én el vagyok ájulva, tehát tényleg, szerintem eddig ez a kedvencem, ez a hely. So take me out to California, where the sun is always high, where the streets are paved with gold and no one knows. Montecitónak adtunk egy új nevet, mi az? Montesuki. Nagyon cuki. Úristen, ez. Oh my gosh, nézzetek ezt. Itt Montecito, Montecukinál, ilyen az utcánpark. De jó. Neki milyen kilátása van. Egy lakóparki bejárat. Az a vicces, hogy eddig, mindenki nagyon elegáns, de olyan, mint hogyha egy seprűnyél lenne a fenekükben. Oh. Gyakorlatilag mindenki olyan. Ide ez az a nem. De ez a helynek a kettőssége, hogy vannak ugye a jómódúak, és közben meg a parkokban itt alszanak a hajléktalanok. Szomorú. Nagyon erős spanyolos hatása van. Néha teljesen úgy érzem, mintha Mexikóban lennénk. Nagyon tetszik a változatossága, hogy tényleg minden városban valami más élményt kapsz, meg látnivalót. Csoda, csoda. You're right, mommy, you're right. Itt a Santa Barbara Egyetemnél rengeteg szörfös van ezen a partszakaszon. A magasból nagyon jó a kilátás. Ez érdekes, hogyha földrengés van, akkor hogy menjenek az emberek magasabban fekvő területre, és közben olyan magasan vagyok. De ezek szerint akkor még ide is felcsaphatna a hullám. Nem tudom, hány méter lehet ez itt, ahol állok, a vízszinttől. Hey Siri. Do you hear my wife? She's hungry. He's dizzy. Because she's hungry. So find a Greek restaurant for me, please. Nincs Santa Barbarában görög étterem. Ott az út végén az óceán. Santa Barbara óceán partja, ott szemben a hegyvonulat, a házakkal. A spanyolos hangulatú város. A gyerekek elaludtak, úgyhogy maradnak a kocsiban. És akkor nézzük meg az óceán partját. Santa Barbara. Milyen gyönyörűek a pálmafák végig itt a sétányon. És látod ott a pálma sor végén a hegynél, ahogy már ilyen párás az óceán fölött. És rengeteg mexikói él. És hát épp miattuk lehet érezni ezt a spanyolos hatást a városban. A háttérben Santa Barbara, ezzel köszönünk el tőletek, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!